A Poco két legújabb telefonja, az F4, illetve az X4 t elsőre nagyon hasonlónak tűhetnek. Közelebbről megismerve őket azonban, két eléggé eltérő telefonról beszélhetünk, szóval nézzük, egy pontosan miben is különböznek. Mielőtt azonban belevágnánk, egy pár szó a csatorna szponzorától, a CDK Offers-től. Unod már, hogy a Windowsod még mindig nincs aktiválva? Nos, erre úgy gondolom, hogy van egy megoldásom. Ha felnéztek a cdkeyoffers.com weboldalra, akkor ott találtok igencsak jó áru Windows kulcsokat. És, hogyha berakjuk a kosárba, valamint használjuk az ANO25, vagyis ANO25-ös promókódot, akkor további 25% kedvezményt kapunk az amúgy is olcsó termékkulcsunkért. Megveszitek, beírjátok, aktiváljátok, bum! A gépetek készen áll! Ó, hogy már aktiválva van a gépetek, de most az Office-szal szenvedtek. Nem fogjátok elhinni. Ismételten nézzünk fel a cdkeyoffers.com-ra, ahol bizony Office kulcsokat is találtok majd, és, el nem hiszitek, erre is használható az ano 25-ös akciós kód. Szóval, kód a leírásban, és linkek a leírásban. Köszönöm a cdkeyoffersnek, hogy fizetik az eHavi rezsimet, és most, tovább a kontentre! Az F4 alapára 199.990 forint. Magyarul 200.000 forint a 6 GB RAM, 128 GB háttértáras modellre, még potom 10.000 forint fölért, ti lehet a 8 GB RAM, 256 GB háttértáras verziója a telefonnak, ami szerintem egy nagyon egyszerű 10.000 forint, amit kiadtak, ezért a jobb konfigért. Az X4 GT esetében az alapkonfig 8 GB RAM és 128 GB háttértár 170.000 forint ér, és legjobb tudomásom szerint ebből a telefonból nem lesz úgymond jobb konfiguráció kapható Magyarországon. Tehát, rövid konklúziónk, az X4 GT olcsóbb. De van ez miben mutatkozik meg? Nézzük a dobozokat. Mind a kettő telefon sárga plusz fekete dobozban érkezik egy 67 wattos töltőtéglával, USB-C kábellel, szimtűvel és egy áttetsző szilikontokkal. A kettő csomag majdnem megegyezik, azonban az F4 dobozában kapunk egy USB-C jack átalakító kábelt, mivel azon a telefonon nincsen jack, szemben az X4 GT-vel, amin van egy. Ha már itt vagyunk, mind a kettő telefon mat kerettel rendelkezik, oldalsó bekapcsoló gomba épített új olvasóval, továbbra is egy szutyok megoldás, gyűlölöm és nem érdekel, hogy ti mit gondoltok, és mind a kettőn alul található a kettő szimkártyát befogadó szintálca. Az egyik legnagyobb beltérést a telefonok előlapján találjuk majd. Az F4 ugyanis egy 120 hz OLED kijelzőt kapott, míg az X4 GT egy 144 hz IPS panellel érkezett. Mind a kettő Full HD felbontású, és mind a kettő jól néz ki, a különbség annyi, hogy az F4-et látod napsütésben, és a másikat sajnos nem. Ó, és az F4 kijelzője 0,07 incsel nagyobb, mint a másik telefoné. Ez szabad szemmel nem nagyon veszitek észre. Tehát akkor előről, fényerőtől eltekintve, hasonlóan néz ki a két telefon. Határozottan. Hogyha meg akarjuk őket különböztetni, fordítsuk meg őket. Az F4 egy csillagós hátlapot kapott, amiről nekifutásból pattal le a napfény, és nekifutásból ragad rajta minden új nejomat. Az X4 GT egy sokkal kellemesebb, matt tapintású műanyag hátlapot kapott, ami amellett, hogy nem gyűjti az új mint a kleptomániás a hotel szappant, még jobban is illik az árkategóriához, legalábbis szerintem. A felesleges üveg hátlapokért mindig is mérges voltam, és hát ennél kevesebb dolog feleslegesebb. Kamera-szigetben az eltérés ég és föld. Annak ellenére, hogy mind a kettő telefon hasonló három darab kamerával van szerelve, az egyik egy olcsó kínai telefon hatását kelti, míg a másik úgy néz ki, mint egy mobil, aminek a tervezéséért nem tejberéssel fizettek. Mármint távol álljon tőlem, hogy kritizáljam az F4 hátulját, de a kamera dudor fele üres, és a még jobban kiemelt területre úgy vannak rádobálva azok a kamerák, mint a meggya muffinokra, ahol esik, úgy puff Az X4 GT inkább hasonlít szerintem a Mi 12-es sorozatra, és ha engem kérdezek, sokkal jobban néz ki, de ez egy személyes vélemény. Elsőre azt gondolhatná az ember, hogy ugyanazokat a kamerákat kapta a két telefon, azonban... nem. Mind a kettőben 64 megapixeles fő, 8 megapixeles széleslátó és 2 megapixeles makró kamera található, azonban az F4 optikai stabilizálást kapott a főkamerán, az X4 GT pedig egy kicsit jobban bírja a sötétet. Ha megnézzük a velük készült képeket, akkor látható, hogy az F4 hajlamosabb, világosabb képeket készíteni, ez egyes esetekben eléggé szembetűnő lehet, illetve a színeket sem úgy adják majd vissza, ez nem mindenhol fog feltűnni, de ahol igen, ott nagyon. Éjjeli felvételeknél az F4 már-már szomorú, mintha elfelejtette volna, hogy vannak színek, vagy hogy azokkal mit kellene csinálni. Videó téren azonban az F4 lesz az, ami megfeszíti az erősségét, a videó stabilizálást. Az X4 GT sajnos optikai stabilizálás nélkül érkezik, aminek köszönhetően a két felvétel sajnos elég feltűnően nem azonos minőségű. Ergo, ha fotóznátok, akkor X4 GT, ha videóznátok, akkor F4. A képek eltéréséhez valószínűleg az is hozzájátszott, hogy a két telefon igencsak eltérő processzorokat használ. Az F4 a Snapdragon 780-as chipet, az X4 GT pedig a Dimensity 8100-ast kapta. Előbbi 7, utóbbi pedig 5 nanométeres gyártási technológiával rendelkezik, hogy ez érdekel valakit. Teljesítményben egészen közel vannak egymáshoz, bár a Dimensity telefon egy kicsit jobb erővel bír, illetve az újabb gyártási technológiának köszönhetően energiatakarékosabb is, azonban a jobb üzemidőt azt nem ebből nyeri, hanem onnan, hogy az F4 az 4500, az X4 GT pedig 5000 mAh akkumulátorokat kapott már tart, mert csak egy van benne. Minden hétköznapi funkció, alkalmazás és kisebb játékok is tökéletesen futnak majd a telefonokon. Ha pedig gensinezni szeretnétek, mind a kettő telefon tökéletesen futtatja majd a játékot magas beállítások mellett is. Hiába, ezeken még a Genshin sem fog ki. És ez őszintén meglepett, én nem gondoltam volna, hogy ezek a telefonok futtatni fogják ilyen jól. Nem viccelek, az egyetlen hely, ahol láttam ezeket a telefonokat megrötszenni, az az, amikor bezártak egy alkalmazást. Mert akkor, amikor benne vagytok valamiben, gesztus vezérlést használtok, amikor bezártok egy appot, nagyon sokszor ez az, a, ez az, animáció, hogy bezáródik egy alkalmazás, egyszerűen laggol. És ez nem tudom, hogy az Android hibája, vagy a MIUI-nak a hibája, de ez, de ez... valahogy fixáljuk más rácok, ez kezd nagyon gagyivá válni. A Poco egyébként régiben szervezett egy olyan eseményt, amire én is hivatalos voltam, ha nem látod a videót, ahhoz zakózom egyet a Van Villel, akkor most már láttad, nagyon örülök. És ezen az eseményen egy kicsit betekintést nyertem abba, hogy pontosan milyen milyen modell alapján nevezik ők a telefonjaikat, mert már kezdett agyhalálam lenni tőle. És a következőt tanultam meg. Az X egy specialista telefont jelent, aminek van egy-kettő ilyen flagship feature míg az f széria az konkrétan a csúcs mobilokat jelenti. És bármelyik telefonnak a végére oda csapsz egy GT-t, akkor az ilyen gamer fókuszolt telefonná teszi azt. Ezt tudva, az ő állításuk szerint az F4 egy flagship mobil. Szerintem roható nem az. A 120 Hz-es OLED kijelző az fantasztikus, és a stereo hangszorúja is meglepően jó. Azonban a teljesítmény az nem csúcskategóriás, az egyszerűen csak jó, és a kamerákat azt még csak véletlenül sem merném csúcsnak csúfolni. Az X4 GT szerintem egy sokkal jobb helyen van. Bár a kijelzője nem OLED, amivel eléggé sok ember elpöcköl magától, de hogyha titeket ez nem érdekel, egy 67 wattos gyors töltéssel rendelkező, 5000 milliamperes aksival szerelt. Baromi jó teljesítményű telefonról beszélünk, aminek egyébként szerintem néhány szempontból jobb is a kamerája, mint az F4-nek, csak ne akarjátok vele videózni, és mindezt olcsóban kapjátok meg. Szóval tehát, hogyha engem kérdeztek, az X4 GT a jobb választás a kettő telefon közül, hogyha egy középkategóriás, nagyon jó teljesítményű telefont szeretnétek. Hogyha pedig valami flagshipre fájnal fogatok, F4 GT azt a telefont azt leteszteltem, az baromi jó, azt tudom ajánlani, a videó ott van fönt a sarokba, nézzétek meg, 10 per 10. Két kis bizgentyű is van az oldalán azoknak, akik igazi gémerek. Mindenki másnak pedig szeretnék ö, egy búcsú szavakat ö, felsoroló felsoroló t mondani, Jesus fucking Christ Balázs miatt a mondtam. És az a vicces, hogy még nincs is olyan késő, tehát hogy 3 4, 11 van. Jesus, az agyam már most piskóta. Mindegy. Szeretném megköszönni a Xiaomi Magyarországnak, vagy Pokó Magyarországnak? Xiaomi Magyarországnak. Kik vagy toktik, akik adtátok ezt a telefont? Nem tudom, szeretném megköszönni, hogy Dávidnak ezek a telefonok eljuthattak hozzám. Baromi jó volt -e foglalkozni egyébként, és uh, tényleg kicsit, visszahozták azt, az izgalmat ebbe a középkategóriába, mert egy, szerintem egy kicsi ideje hiányzott, nem is örülök neki, illetve szeretném megköszönni nektek a figyelmet, hogy itt voltatok és megnéztétek ezt a videót, amiben tetszett, akkor miért nem Én... Én, én ennyi voltam már, tehát tőlem ne várjatok többet. a ja.